Now turn up. Üdv mindenkinek, sziasztok! Szerda van, és mint láthatjátok, itt mögöttem van egy kis dobozocska ismételten. Ugye melyet Dominik küldött, természetesen ez most nem ajándék dobozocska lesz, vagy ajándék dolgok lesznek bent, hanem ezt ugye bizniszeltünk vele ismételten, felkeresett valamelyik nap, írt egy e-mailt, hogy esetlegesen nem érdekelne egy-két fűrész. Most már elárultam, fűrész van benn. Kettő darab, elvileg kettő darab, és mindez darabokban, ismételten darabokban. Mostanában igen, legózgatni szeretnék. Így a téli időszakokban más nem lehet csinálni, mint legózni. Ugye karácsonyra sokszor legót kapnak a gyerkőcök. Most én is pár legót beszereztem magamnak, ugye ott a 28-as. Meg itt van ez a két gépezet, amely ebben lapul. Hát, ha jól tudom, akkor egy... Hát lehet, hogy rosszul emlékszek. Na mindegy, elvileg egy husi van benne, egy huskvarna, egy huszkvarna, és nem tudjuk elejteni, meg egy John Sered, vagy Johnny, az én számomra csak egy Johnny. De, mint mondottam, darabokban van a gépezet. Működik-e? Nem tudom, elvileg azt mondta Dominik, hogy működött. A Johnny az nem annyira, de azt hiszem a mi a fene az igen, husi, huskvarna. Aztán egy 33-as, vagy mit tudom én, az a kisebbik verzió, ilyen kis picike, nem egy nagy masina, tehát a kettőből akart, vagy akarták egy gépet csinálni, nem tudom, vagy hogyan akarták összehozni, vagy csak szétbontották, aztán a natúra úgy maradt, úgyhogy rám hárul el a dicső feladat, nemes feladat, hogy összerakjam. Hát, ha össze tudom rakni, először is majd valamikor szét kell válogatnom az alkatrészeket, hogy melyik ugyan micsoda, melyikhez tartozik, mert fogalmam nincs. De valamilyen szinten talán majd össze tudom hozni. Most tényleg megint, hát tudom, ez nem volt betervezve ez a vásárlás, ez csak úgy jött, úgyhogy ugye felajánlotta egyesen, hogy nem érdekel, és hát olyan árat mondott rájuk a kettőre, hogy amelyeket általában én szoktam költeni egy fűrészre, mármint darabokra, és a kettő együtt így is szerintem nekem ez megfelelt. És hát meg egy kihívás, ismét egy kihívás számomra, tehát nem egy csomagot, egy gyári gépet előveszek egy csomagból, vagy a fóliába, aztán vágok vele, hanem ezt tényleg először össze kell rakni, esetleg össze kell szedni hozzá az alkatrészeket, mármint úgy, hogy esetleg csapály, szimmering, vagy tömítés, vagy mit tudom én, nem tudom, komplett gépben van-e, csavarok, mindenben van-e, elvileg igen, olyan néz, mint a dög. Mindjárt megmondom hány kiló lehet ez az egész, mert ezen a papírocskán rajt van ám. 17,5 kilós csomag. Nem tudom, hát az a két kis gép, hát emlékeztek, ami jött a, mi a fene, a két stíl, 0,28-as, az volt 16 kiló, ha jól emlékszem rá. Meg egy-két, ez az volt bent alkatrész, más kínai alkatrész is volt bent. De ez most 17,5 kiló. Na most ez érdekes, azért mikor behoztam, atya úristen, mondom, mekkora, nem semmi. Annyit kértem még Dominiktől elvileg, hogy ugye ez egy bontott, lipityára szétszerett gépezet, mind a kettő, hogy legalább egy lapot és láncot valamelyik, vagy adjon hozzájuk, hogy legyen itthon azért, mert az laplánc az mindig jó jön. Mert sajnos ugye megfogadtam, hogy mostanában, ha lehet, olyan gépeket akarok venni, vagyis beszerezni, amelyekhez lap és lánc tartozik, tehát nem csak a motor rész, meg az se a lipityára, meg rohadva, meg szétszedve, meg nem is szétszedve, hanem tényleg olyan állapotban van, hogy az már mételem lehet látni, mételepre jött elő, amiben abban is van kihívás, szeretem az olyan gépeket, főleg kínaiakban, de ami már ilyen nevesebb, úgymond nevesebb gép azért, ja, jobb, ha micsoda, kicsit azért kulturáltabb maga a gépezet. No de, lássuk meg, mi van a csomagban, jó? És nézzük meg! Nos, kérem szépen, akkor itt egy csomag, láthatjátok, hát nem kis darab, mint mondtam is, hogy milyen nehéz is. Úgyhogy nem tudom, hogyan is kéne megoldanom a témát. Úgy kéne megoldanom a témát, hogy a kamerát valahogy egy kicsit lejjebb fordítom, aztán akkor itt az asztal szélére meg kipakolgatok ezt-azt, amit esetleg találgatok a csomagba, jó? Az lesz a legegyszerűbb, de hát az, amikor hoztam be, úristen, mondom, mekkora egy darab! Na, ide oldalra elteszem a kamerát, jó? És akkor így valamilyen szinten még látható, hogy
hogy miket pakolgatok ki a csomagból, jó vagy miket sem. No, de nem akarom a tetejét megmutatni, mert filccel van írva még a nevem, úgyhogy azt nem akarom abszolút megmutatni, mármint a cím minden. Na, én akkor közben itt megvagdosom, ismételten rendesen becsomagolta. Ilyen Dominik, nagyon ügyes csomagoló művész. Úgyhogy ezt a zöld színű, én csak karácsonyi szalagnak mondtam ugye előtt is. Látok, hogy a francba van. Én ezeket a darabkákat lecsépegetem róla. Úgy mi. Így van egy cikkszalagtól elkezdve minden. Tehát Dominik nem bízta a véletlenre a művet. De jó ragad akármi, ez a valami szerintem ilyen be kell vizezni gondolom, és akkor úgy ragad. Atya úristen, ráragadt rendesen az ujjabbra is. Arra nézzetek, hát mi a franc ez? Rendesen rá tapad az ember kezére. Nos, kérem szépen. Na, így most már mutatom a kinyitott doboz, jó? Na, ismét kaptunk hírlapokat. Hírlapokat, és ott lapulnak a dolgok. Hát úgy nézem, hogy ebben nem csak fűrész lesz. Most már én látom. Szerintem abszolút nem csak fűrész lesz benn. Hát igen. Ezek közben nem tudom, itt szomszédok füvet nyírnak, vagy mi a franc bürrög. Hát valami kis, nem tudom mennyire halljátok a hangját, de valami kis nyöszörgős masina, tehát valami kis kínai valami. Úgyhogy nem egy nagy masina. Na, ezt ledobom, ezt a ragasztó szalagot, mert tényleg össze ragad a kezem minden. Ezeket az újságokat ide itt leteszem egyelőre. Ez nem tudom, külön benn van egy TV újság, ugye. Ez meg az. Meg még egy. Na, oppácska. Na nézzetek oda, itt valami van megint nekem sántit. Valami nálam, sántit. Kiszedtem az újságot, és nézzetek, mi lapított a sarokba. Ez biztos, hogy vagy kipufogó vég már megint. Hát Dominik, hát tényleg. Na, belemutatok, bekukkanthattak így is, jó? Mik lapulnak itt, majd ki lesz szedeget velem sokára, jó? Úgy látom, fűnyíró alkatrész is van benn, karburátor, az, amely nagyon jó jön, mert sokszor kell. Na, ezt a vasi népét én itt félreteszem, jó? És kezdjük az ajándékcsomaggal, ajándékpak, olyan, mint egy kis dinamit rugacska, szépen van csomagol, látjátok. Ugye, a rendben módja, ezt elrakom innét, jó? Na, akkor először őket, őt vágom föl, jó? Nem tudom mi ez. Lehet, hogy nem is innivaló bakker, most gondolkodok. Hát ha az, akkor meg tényleg akkor jól nézek ki, hát... Akkor itt Dominik ellát engem rendesen micsodával öblögetni való kis italokkal. Hát jó becsomagolta. Hát jó, persze gondolom, na, ó, oda néz... nem hiszem el, nézzetek oda. Atom! Dominik! És meg itt az új hell. Hihetetlen. Itt az új hell. Hogyan nézzetek? És nem is tudom, ilyet ittam? Várjátok, ez melyik? De ez igen. Ugyanaz a gyömbér citrom. Ez meg az a... Hát meg ez a sima. Ugye? Egy másik. Azt hittem, hogy direkt azért küldött egy vaníliást, a másik fajtát ebből a karácsonyi kiadásból. Természetesen ennek is nagyon szépen, vagy szépen ezt is nagyon szépen köszönöm, plusz a kis csokit. Úgyhogy, hát Dominik azért erről nem volt szó tényleg. De tényleg köszönöm szépen. Há, teljes mértékben lekötelezel a srác, ez a srác engem, teljes mértékben. Amúgy van YouTube csatornája, őneki is, feliratkoztam már. Két kis videó van fönt, ha akartok, nyugodtan keressétek. Nem, hát megtaláljátok szerintem, nem tudom, hogy nálam meg lehet ezt találni, vagy nem, de mindegy. Nyugodtan, hát nézzétek meg, egy őse szerintem egy fiatal srác, és ennek a hobbinak él, ő is, mint én. Na, egy berántó. Egy berántó szerintem, ez egy tekumsek, fűnyírónak a berántója. De még frankó, úgyhogy ezek jó jönnek, ezek az alkatrészek. Ugye komplett karburátor látható levegőszörővel, ő is egy fűnyírójé, lehet, hogy azért a tekunksek gépé, nem tudom. Akkor várjatok, itt kiveszem ezt a, ez meg egy fűkaszának a kuplung része, egy damilosnak a, ugye ide megy a szár, és egy kuplung rész.
Hát ugye ezek nem voltak benne a megállapodásban abszolút, ugye, mert ugye arról volt szó, hogy a két fűrészről egyezkedtünk, úgymond. Vagyis ő mondott egy árat, én aztán mondtam, hogy oké, és oké. Na, kéne itt a két rugó. Szét vannak ugrolva a berántó részek. Valamelyik berántója, valamelyik gépnek a berántója, ez is egy fűnyírónak az alkatrésze. Na kérem szépen, valamelyik berántóra elvileg szétugrott benne a rugó. Most lehet, hogy az van legalul, hál' Istennek. Na mindegy, akkor azt nem veszem ki egyelőre, jó? Hát ez a kis moci, ez szerintem egy damilosé. Ez kis pici damilosé, de azt meg nem mondom, milyen damilosé. Hoppá, jaj, leesett az ég, nem tudom, benn volt, de Dominik, nem tudom, az éket benn hagyta, de most akkor lehet, hogy ráfaragtam, mert ebben éket nem találok. Remélem nem esett ki ide való a földre, úgyhogy majd ezt megírhatod majd privát esetleg, hogy tényleg ebben benn volt az ég, mert hát ez sikeresen lejött róla, vagy nem is erre valósi? Ez nem is erre valósi, mit tudom én, ezen volt, de az ég nincs bent, se a mágnes részen nem találom. Na mindegy, lehet, hogy benne lesz valahol a dobozba. Na mindegy, ez a lényeg egy kis, picike kis fűnyíró motorocska. Nem tudom, milyen típus, fogalmam nincs, ne kérdezzétek, de ugye. Hát ezek mindegy grátis jöttek, mert erről nem volt szó, ugye? Abszolút nem beszéltünk erről, nézzetek oda. Itt is egy fűnyírónak a csonkja. Nem tudom, a szívó része, vagy Isten tudja mi. Itt egy... Na, látjátok, egy jó kis karburátor, ez viszont jó jött, mert amint láthattátok, ugye annak a fűnyírónak a karburátorja, amit szereltem nemrég, hát az elég gány, tiszta benzinkő, vagy a lerakódás tele volt, de viszont ez még elég szép állapotban. Ilyet, esetleg még ez használható is lesz oda. Nagy olaj, beöntő fűnyíróhoz szintén. Na de, na itt van még egy lentkerék, ez nem tudom most melyiké. Lehet, hogy ez már valamelyik kis gép élet, van rajta egy alátét a mágnesen. De hát ezen sem találok éket. Na mindegy, majd talán valahol nét majd előkerül egy ég. Nem tudom tényleg, hogy melyik micsoda, hogyan lesz összerakva egy blokkfedél, vagy hát ja, hengerfej, inkább így mondom. Nem tudom, hogy ez a egyikben meg volt szakadva a menet, egyik fűnyíromnak a hengerébe, vagy a kapálógépé, az RK-nak a motorjába. Arra jó lesz-e? Lehet, hogy jó is lesz akkor, viszont nagyon jó jött ez a hengerfej. Na, itt van egy fogantyú gázkarral. Hát azt nem tudom, hogy fog működni, mert itt ezen semmit nem találok rajta, ugye, majd meglátjuk. A rugó, a rezgéscsillapító rugó rajt van. Nem tudom, ez melyiké lehetett. Meg itt egy, na, kizárásos alapon megvan. Mert szerintem a piros lesz a Johnny. Itt a másik. Piros lesz a Johnny, akkor ez lesz a, gondolom, a narancs színből rájöttem volna, hogy a husinak az alkatrésze ez. Úgyhogy, tehát láthatjátok, nem tudom mennyire látszik a képen, vagy mennyire sem, szinte ugyanaz a két masina. Úgyhogy ebből is esetleg azt meg lehet csinálni, hogy a kettő gépből egyet összehozni. Úgy, mint én csináltam ezelőtt a Johnny alkatrészeket felhasználva megcsináltam a kis Pioneer P12-es kis masinát. És akkor ez lesz a Johnny, hol van, hol mutassam, 370-es kis gép, azt hiszem úgy nézem, ugye látható a táblácskája, vagy ez a kis matricácskája. Na, tehát akkor ezből ez a két gép esetlegesen összehozható egyé, de hát ja, ne legyen Attila a nevem, úgymond, ha nem kéne összerakni mind a kettőt. Persze megvan minden alkatrész, nem tudom mi hiányzik, vagy mi sem. Na, itt van még egy alkatrész, szerintem ez nem tudom melyikhez tartozott. Kizárásos alapon most nézem, ugye az a rajta piros alkatrész, akkor gondolom ez volt ezen a gépen. Itt a tank. Tehát a tank része is, vagy ez a, hát gondolom tank lehetett annak idején, az is olyan, mint a pionéri, vagy pionér, vagy Isten tudja, hogy nevezzék, tehát dettó ugyanaz látható csak szürkében, de hát ez lehetett a husé. És igen, itt is, nem tudom, tömítés, majd valamit kell gyártani, és akkor a, hát ja, ott a fölül lehetett az olajtankra talán, és alul a benzin, vagy nem tudom, hogy lehetett ez. Na mindegy, nem az a lényeg, hogy abból megvan mind a kettő, hát ja, kicsit nem is öltöztem át, hogy így hazajöttem. Na, gyors megcsinálom ezt a videót, aztán onnétől kezdve már akkor bemegyek, aztán majd
megoldom. Na itt a Johnny-nak az eleje, tank. Ugye az olajbeöntő rész, meg a benzinbeöntő része. Hát itt már valami, nem tudom, ez, ami valami lehetett ragaszgatva, de nem biztos, hogy ez a legjobb módszer. Valamit ki kell találnom majd erre, valami tömítést. Na mindegy, ez megvan, az a lényeg, ez is megvan. Na, itt van a... Akarom mondani, itt van egy berántó. Na, szerintem ebben... Ja igen, látjátok, ebben már nincs benne rugó. Tehát ezek a rugók, amit szét... Hoppá, jajjaj! Na, hogy nekem itt leessé. Atom. Maradjon ott. Itt vannak ezek a rugók, hát ezek szét vannak ugrova. Igen, volt részem ilyet visszatekerőket, visszacsévélni, de hát megpróbáljuk, figyeljetek. Na itt is a cégér, úgymond, a John szered. Látható ez a berántó része. Úgyhogy ez is megvan neki. Akkor továbbiakban itt a husinak a berántója. Most nem tudom, ebbe, lehet, ja, ebbe sincs benne rugó, látjátok? Vagy ez el van törve, a franc se tudja, de ebbe sincs rugó sajnos. Úgyhogy gondolom így akartál, így lett volna megoldva, hogy annak a berántóját átteszik erre. Ha már egyik berántót össze tudom rakni, akkor már jó lesz, mert akkor már sem kicserélem a két gépén, mert szerintem dettó és ugyanaz, mint a kettő, mint látható. Tehát ezeket lehet házasítani, szerintem össze lehet rakni. Szinte Iker gép, csak más színben, meg más névvel vannak ellátva az ikrek. Na, ismét papír. Ezeket félreteszem most már ide, nem akarom elvinni. Na, itt egy blokk. Henger akarom mondani. Hát, egy kicsit fényes ez a rész. De bízok benne, nem pörgött, nem azért fényes, mert megpörgött benne a csapágy. Remélhetőleg, hogy nem. De amúgy, ez egy kis picike kis masina. Hát hasonló a feliratra, hogy nem tudom mennyire látszik, vagy mennyire se. Hasonló a kis... Ja, ez a husi. Rá is írta, ó, rendes vagy, Dominik, tudom, akkor ő a husi. Köszi, legalább akkor nem kell találgatnom, hogy ez most melyik. Habár mondjuk ebből lehet, hogy meg leheted volna Madein USA felirattal. Meg leheted volna, ki lehetett volna következtetni, vagy valaki esetleg tud volna segíteni, de így, hogy ráírtad, hogy husi. Na várj, megnézzük a másikat, jó? Hol a másik? Itt a másik henger. Mégis ugyanaz, nézzetek oda. Csak ez rajt van, ezen minden látom. Vagy minden cullang, dettó, nézzetek, felülnézetből, ugye oldalnézetből. Hát ezeken rajt vannak, ugye itt vannak a karburátornak a helye, ott van mind a kettő ugyanaz, meg alulnézetből is dettó, ugyanazok a kettő. Tehát ezeket össze lehet párosítani, házasítani, szerintem köpcent minden ugyanaz, csak más néven futottak, mint általában, ugye a Husqvarna meg a Johnny, vagy fordítva, mindegy. Na, hát igen, ez az érdekes, újul a tűgörgős hülyeség, ezeket majd vissza kell rakosgatni, ezt imádom. Ez ugyanilyen volt a micsoda, nem tudom, láttátok azt a videót, de ugyanez volt a, na, Pionérba. Ugyanígy vissza, vagy azt hiszem abban a kis gépben volt, hogy vissza kellett, ugye a zsírral meg kellett kenni, és a tűgörgőket vissza kellett rakosgatni. Hát remélem Dominik megvan minden tűgörgője, mert ha nem, akkor bukott a mutatvány. Akkor bukott a mutatványom, mert akkor nem tudom megcsinálni, abszolút. De a henger, vagy akarom mondani, dugattyún, hát egy kis fényes kis valamit alul látható, de amúgy nem olyan veszélyes, talán nem annyira csíkos, elég jó állapotban még ez a dugattyú meg a... Hát a főtengelyről nem beszélek, mert hát látom a kuplung rajt maradt, úgyhogy ezt végül is így is lehetetek szerint venni meg itt a... az olajcsigának a, vagy mi a fel? Az ég viszont benn van, most nézem, hoppá, remélem nem esik ki belőle, ott van az ég, az már egy jó pont. Remélem nem esik ki, na itt a másik, mi a fene? Fűtengely és dugó, dettó, ugyanaz, úgy nézem, hogy ez a dugattyú, hát vannak rajta kis csikok, de talán még elmegy azért még egy kicsit, a gyűrű mozog rajt, nincs megállva, és itt is sajnos ugyanaz, na várjátok, és van rá van írva, hogy nem tudom mi ez. Hát így nem tudom. Valami rá van írva filce. Nem tudom, a sötét. Pont olyan helyen van ráírva, hogy nem tudom elolvasni. Johnny? Talán lehet, hogy Johnny. Aha, Johnny. Johnny van ráírva. Akkor ez a Johnny-nek a fűtengelye. Kizárásos alapom. Ez lesz akkor a husié.
de erre nem írta rá, ugye, de akkor biztos ez a húsé. Na itt ugyanúgy van fölépítve, ugye, Simmering az a kis hülye, alátét, meg a csapágyak. Csapágyak meg, szerintem Simmering csapágyakat meghagyom úgy, ahogy vannak, nem vacakolok én vele. Na, itt van a hátsó kis légszűrő fedél, ahogy van húsvarna, 33-as, jó, akkor jól emlékeztem, hogy 33-as, és a másik meg a 370-es, ugye, a Johnny. Na, és itt a másik légszűrő, ez meg a Johnny, ugye. De ettől, mondom, ez a két fűrész Iker tesó, csak más színben jött, más színben pompáznak, itt a cégér táblája is, ugye ez a Johnny, és itt van a Husi is, természetesen ugyanúgy cégtábla, hülyeség, minden rajt van. Úgyhogy Franco. Hát nem is olyan kis, azt hittem kisebb gépek lesznek ezek. Most ez összerakva azért már egy kis termetes gép. Azért ekkora dobozba küldte Dominik, úgyhogy örülök neki. Tehát most ezelőtt két csomagot küldött, ugye, még szerencse, ja hát szerencse, szerencsétlenségben, ugye akkor nem utaltam. Most majd át kell utalnom neki az összeget, majd megírja, hogy mi, hogyan, s miképp lesz. Na, itt egy két kupakocska, ugye ez valamilyen fűnyírónak a tank kupakjai. Ez ide valósi. Na kérem, itt van egy, ez nem tudom. Ja, ez volt a, amit, opa, jajajajajaj. Nem mozgatom nem, mert hát a csavarok kipotyognak, látom, rá is írta, amit kaptam tőle ezelőtt, mikor elmentem személyesen, fűkaszát, ugye akkor nem találtuk, mert nem volt rajta, azt hiszem, ez a dekni, meg a, ez, meg az, meg amaz, és úgy látszik, még ezt odaadta hozzá, mert megtalálta. Köszönöm szépen ezt is. Olyan, valami ki is esett belőle. Jó, megvan. Egy kis csavarocska volt, de ezeket nem is tudom, hova kéne raknom, hogy visszateszem majd ide, aztán látom, már potyogott ki belőle csavar, úgyhogy majd a dobozt így, ahogy van, beleteszem, aztán visszateszem a dobozba. Na, itt van két karburátor. Kérem szépen, és ezek a karburátorok is mind a kettő, két Valbro elvileg, ugye, és akkor mind a két géphez dettó ugyanolyan karburátor, itt is rá van írva szerintem Johnny, tehát azért megírogatta, látom azért most, vagy nekem írta meg, vagy magának, tehát gondolom ő szedte szét ezt a gépet, úgyhogy saját magát, de ezek már jó, mert csavaros, tehát nem kell fűrészelgetnem az állító csavarokat, ez már jó megoldás, így nem olyan hitfány, mint azok a gépek, amiket külön speckó csavarhúzó kell. Tehát ez a legegyszerűbb. Majd azokat is orvosolni fogom valamikor. Na. Lentkerék. Szerintem akkor az a lentkerék, amit az előbb kivettem, azt a picikét, azt nem tudom hol van, valahol megvan, az ennek a tesója. Tehát ugyanaz a lentkerék, látom minden. Szóval ez a gép tettó. Nézzetek oda. Erre is rá van írva, hogy Johnny szerintem így né, de ettől ugyan és az, tehát semmivel nem különbözik ez a két gépezet, csak a színében és nevében szerintem. Na, kipufogó tömítés, így, itt egy kipufogó is, hát ja, látom, be lett már pasztázva, tehát az valamikor már tesztelve lett, csak valami, lehet, hogy nem jött össze, nem tudom, majd meglátjuk. Oké, ezt a tömítést ezt beleteszem ide. Na kérem, itt van egy csavaranya, akkor van egy ilyen, ja, egy ilyen kis lemezecske, ja igen, ez a fűnyíróhoz kell, ugye, fűnyíróhoz, ismételten egy csavaranya, beadom ide a vödörbe, meg ezeket a csavarkákat is. Na itt van egy tűgörgő darab, ez nem tudom honnét esett ki, de ez szerintem nem oda kell, ez elég picike, ennél nagyobb tűgörgők kellenek szerintem, de nem tudom, na mindegy, még az igazság, hogy itt van egy vödör is. Látjátok, van itt egy vödröcske. Tudjátok mit? Ja, még itt a másiknak az eleje, a húsinak az eleje. Kupakokkal, mindennel együtt, tehát a tank eleje. Ez van még benne egy másik tűgörgő, vagy mi ez? Valahol itt kiesett ez a görgő, látjátok? Ugye picike, ezt beledobom ide. Legyen meg, mert ez kincs, úgymond. Na kérem szépen, és akkor még van egy partner, nézzetek oda. Partner, mi a fene, tokocska, és egy lapocska, meg egy láncocska. Köszönöm szépen, Dominik, hogy ezt még mellékelted, mert ez jó, ha van itthon, úgyhogy
Nagyon szépen köszönöm. Persze természetesen köszönöm az ajándékokat is, az egyéb fogyasztható ajándékokat is. Nagyon szépen köszönöm. Jó veled üzletelni, tényleg jó veled. Nyugodt, ha nyugodtan írja valami, valamit lesz még eladó, én vevő leszek rá, jó? Ha meg tudunk egyezni, bízok benne, meg tudunk egyezni. Ha tényleg valamit találsz olyan dolgot, ami esetleg nem kell, nyugodtan csak írja, aztán megbeszéljük, jó, a témát. Na, figyeljetek, azt még megnézzük akkor így nagy vonalakban, hogy ebben mi lapul ebbe a vödörcskébe. Itt a más nem találok én ebbe a mérfenében, dobozban, úgyhogy vissza is pakolok, jó? Vissza is pakolok, aztán úgy kéne csinálnom, hogy hopácska, nem akarom, hogy elveszem valami. De még a doboz alját még átnézem, hát egy-két tügörgő, meg ez, meg az benn maradt. Nem biztos, de sose lehessen tudni. Úgyhogy... Tehát ez végül is, ha összetudnám rakni, ha minden skappolna, meg minden frankó lenne, akkor két kis masinát. Ezekre a micsodákra óvatosan vigyázok, hogy figyelek, mert nehogy nekem valami megsérüljön. Ha ma idáig eljöttek a csomagba, hogy a postás nem cseszte szét, úgymond, nem dobálta, gyűrűk megmaradtak, meg minden, akkor már maradjon meg a gép. Két karburátort, azt be a karburátort bele is teszem majd ide a vödörbe, nem akarom már beletenni oda. Hengereket is bele dobjuk ide, így né. Ezt is kis hengereket is szépen oda alulra, úgy né. És meg akkor ezt, hát ezt, nem, ezt lehet, hogy beviszem így a kecóba, vagy a bűnbarlangba, hogy van. Na, akkor belenézünk ebbe is, úgy nagy vonalakba, jó? Itt van a két légszűrőház. Látom a tömítés. Ja, hát ez lehetett a tanktömítés. Hát nem is tudom, milyen anyagból lehet ez. Ilyet ki. Ez ilyen parafaszeriség pedig, vagy mi a franc, ez ilyen gumis valami. Nem tudom, milyen anyag lehet ez, de ilyet kéne szerválnom. Ez jó ezek szerint a tankhoz. Na, itt van ám minden. Forgattyús ház. Kettő. Ugye, látható. Meg... Hát a tűgörgőket nem tudom, megtalálom ebben. Aha, van benne egy, az a kettő, ja, itt vannak ezek a karburátor alatti részek, mit tudom mi a franca neve, nem is érdekes. Hát Dominik, a tűgörgők azok nem tudom merre vannak. Egy, kettő. Hát remélem nem veszek el, mert ha tűgörgők nincsenek meg, akkor cumi. Itt a másik tömítés, vagy ez a másik élet, vagy más hova való tömítés, nem tudom. Na itt vannak ezek a tűgörgők, akkor lehet, hogy mégiscsak ezek lesznek azok. Egy pár darabot itt találok, nem tudom hány kell, majd megnézzük. Nem is tudom, ezért hányat tettem be, szerintem ők lesznek a tűgörgői. Hát, ja, jó lenne, meg lenne minden darabja. Remélhetőleg megvan. Szivatókarok itt vannak, megvan mind a kettő szivatókar, gázbob, vagy gázrudagat. Meg egyéb kis apróságok. Most már csak abban bízok, hogy remélem, hogy a tényleg a tűgörgők, meg hát a doboz aljában nem tudom, ugye ki voltak potyogva oda. Lehet, hogy postások fejreállították a dobozt, de csak nem. Aztán mit akarok mondani, lehet, hogy jaj, a gyújtás rész, meg a másik meg rajt van, ami a fenén, tényleg, az nem érdekes, abból csak egynek kell lennie, meg itt van a beömlő rész, vagy a karburátor, akarom mondani, a levegőszűrőnek a levegőszűrőben csak egy mi a fene van, de hát egyiknek megvan, az már valami. Az is valami, akarom mondani. Na, én ezt lehet, hogy nem is teszem már bele a vödröt, hanem majd beviszem így, ahogy van. Oké, ezeket beletesszük vissza. Ami olyan, azt már, annak már mindegy, azt beledobjuk oda. Így, viszont a tűgörgők, hát emberek, bízok benne, hogy a doboz annyira le van zárva, nem azt mondom, hermetikusan. De az alja legalább annyira le van zárva, hogy talán megmaradnak benne, ha ki is potyogtak a vödörből, vagy nem tudom mennyire voltak benne a vödörbe, vagy mennyire sem. Na, én ezt a vödröt, hogy akkor így ahogy beviszem, meg akkor ezt is így ahogy van beviszem, hogy ne potyogjam már ki, leteszem egy zacsakba, vagy valamivel. És ugye az ajándékok meg még ott figyelnek, ami plusz ehető, iható ajándék. Dominik, akkor ismét sikerült meglepned egy picikét. Hát ezt nem gondoltam volna, hogy most is küldesz ajándékot. Na. De tényleg nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen a ritókákat, meg a csokit is. Csoki. Hát tönkre teszi a fogat, meg jól leszek, mint a gombócartúr. Különösebben nem érdekel, de
az ember imádja a csokit, a boldogság hormonja, ugye, az nem lehet kihagyni az életből. Tényleg nagyon szép. Plusz köszönöm még a lehetőséget, hogy felajánlottad ezt az egészet, meg a plusz ráadás ajándékokat, vasakat, halkat, részeket, azokat is nagyon szépen köszönöm. Úgyhogy nem tudom, hogy nézed a videót, hát remélem megnézed azért a videót, úgyhogy remélhető. Nem tudom, hogy 100%-ra, hogy meglehetnek ezek a tűgörgők, ha nem, akkor hát utána kell néznem valahol, hol tudok ilyen tűgörgőket szerezni, hogy külön lehet ilyen tűgörgőt kapni, vagy sem, fogalmam nincs. Vagy itt ragadnám meg az alkalmat esetleg, ha valakinek van ilyen masinája otthon, elfekvővel polcon, vagy a pajtába, vagy valahol kint rohadt darabokba, dirib darabokba, még úgyis jó, vagy ha be van szorulva, be van állva, ezer éve nem ment, úgyis jó. Csak hogyha lehet, akkor mégis a tűgörgők véget. Meg esetleg a plusz alkatrészek. De én úgy nézem, hogy elég jó megvan minden alkatrésze. Szerintem szét tudom szortírozni, nem lesz nagy vasszisz, mert rá van irogatva erre, arra, amarra. Meg hát maxa, ugye tényleg a henget kell összepározni a voldugattyúval, tehát nehogy a másikat tegyen bele. De úgyis elmenne szerintem, csak akkor, hát azok, össze van a koffa valamilyen szinten, akkor már ne másikat tegyük bele. Aztán kész. Hát, ha ott már a kopás nem egyforma. Jó, Dominik, akkor tényleg most már be is fejezem, vagy hát úgy mindenki összességében. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, mindent köszönök. És tényleg, mint említettem a videóban, ha valami esetleg így látsz valahol, vagy tényleg jó áras alkatrész, vagy mit tudom én micsoda, ami már neked esetleg nem kell, látod én nálam ilyen roncshalmazok vannak, úgyhogy nyugodtan keresél meg e-mailbe is, aztán ott tudunk értekezni, jó? Aztán megbízniszéljük valahogy a témát, jó? Jó, aztán majd, ja, még azt megmondom, hogyha nézed, akkor tényleg írni is fogok mindenképpen, meg a számlaszámot majd elkérem, jó? Hogy tudjak hova utalni. Oké. Ennyi lett volna akkor ez a rövid kis csomagbontás, így munka után verebek csiripélése mellett. Elköszönök, jó? Most elhagadtak itt-ig. Természetesnek. Itt vannak még? Itt vannak, hallom. Bambuszban nagyon szeretnek lenni, úgyhogy általában itt telelnek ebbe a... Hát ide jönnek mindig be, a bambusz az örökzöld, jó lombos, és akkor ott sumákolnak télen, mikor mindenhol itt már leesik a lomb. Na, tényleg még egyszer most már megköszönöm, 25-ször most már nem fogom elmondani. A külön köszönet az innivalókért. Persze, nem gondoltam volna tényleg, hogy lesz benn. Abszolút el, ugye két fűrészről volt szó, és két alkatrész darabokról lesz volt szó, amely két fűrésznek az alkatrészei. Ismét meglepődtem egy picikét. Nem gondoltam, amikor megemeltem a csomagot, hogy ilyen nehéz, úristen, mondom, miért? Ilyen nehéz a két fűrész, ha nem létezik. Nekem gyanús volt már akkor, hogy valami más is lesz ebben a csomagban. És hát, a gondolataim azok beigazoltak, vagy a sejtéseim beigazoltak, hogy tényleg más is volt benne. Na, tényleg még egyszer nagyon szépen köszönök minden, és mindenkinek a legjobbakat. Csákány, sziasztok!